Jó napot, Színeg László vagyok az ATV-től. Milyen szervezetek azok, vagy melyek azok a szervezetek, akik jogosultak lettek volna a feltételek szerint, de mégsem kaptak? A magyar kormánynak a képviselője tanácskozás vagy részvételi joggal vesz részt a kuratóriumi üléseken. Ezeknek a kuratóriumi üléseknek a jegyzőkönyvéből kiderül az, hogy számtalan olyan cél érdekében, például különböző katonasírok felújítása, különböző egyházi szervezethez köthető karitatív tevékenységet végző szervezetet nem kaptak támogatást, és informálisan a kuratóriumi ülések között elhangzott az, hogy ezeket a célokat, amelyeket a oktatás alapítvány ideológiailag a kormányhoz köt, ezt oldják csak meg nyugodtan a magyar állami költségvetési támogatásból. Ez csak kettő volt azok közül, amelyeket ezeket a jegyzőkönyvek tartalmaznak.